Majdnem duplájára nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma a Yokohamánál veszteglő óceánjárón. A Diamond Princessről a korábbi 70 eset után újabb 66 beteget jelentettek. A legénységgel együtt több mint 3000-en vannak a múlt héten karanténba került hajón. Az utasok 56 országból érkeztek. Egyikük azt meséli, hogy a személyzet nem megy be a kabinokba, a vendégek maguk cserélik az ágyneműjüket, ami szerinte elég jó ötlet, mert őszintén szólva minél kevesebbet érintkeznek, annál nagyobb biztonságban vannak ők, tehát az utasok, és az alkalmazottak is. Kínában a járvány hullámzó, egy-két napra lelassul a vírus terjedése, aztán újból sok új fertőzöttet regisztrálnak. Hétfőn már 40 ezernél is több volt a beteg, számuk több mint 3000-rel nőtt egy nap alatt. A koronavírus járványnak Kínában már 900-nál is több a halálos áldozata, majdnem 100-an haltak meg, csak az elmúlt 24 órában. A meghosszabbított újévi munkaszünetnek vége, a tömegközlekedés és a munkahelyek is tele vannak egészségügyi ellenőrzőpontokkal.